ismerkedtünk, akkor pont a rendszerváltás ideje volt, és hát akkor fölmerült a lehetőség annak, hogy önállóan vállalkozzunk Negi MK-ban. Az akkori ipari alpinista tapasztalatot át lehetett váltani ilyen reklám kivitelezésre. Magyarul 15-esek oldalán kötélre lógva kellett mindenféle reklámokat fölfestenünk. Otthon négy kézláb, ugye a főiskolai szerkesztői múltamból elkezdtem bevüket szerkeszteni, logókat szerkeszteni nagyba. És ugye közben kiderült, hogy az informatika, számítástechnikai vonalon meg elindultak ezek a rajzolóplotterek, vágóplotterek, és ott merült föl ez a új technológia, hogy vágjunk bele ebbe a számunkra teljesen ismeretlen, de új technológiába. Az állami közgatásban dolgoztam, de láttam, hogy szükség van az én munkámra is a vállalkozásba. Két nagy lányunk van, akik jelenleg 25 és 27 évesek. Kiskoruk óta látták ennek a vállalkozói létnek minden nehézségét, problémáját, és nem nagyon akartak ebbe az irányba indulni. Hát kezdetekben igazából így, mint gyerekként bejártunk, talán így a fóliákkal is játszottunk, csináltunk magunknak műkörvöt belőle, vagy bármi, tehát úgy játszottunk az alapanyagokkal, de így, mint jövőben így nem igazán számítottunk arra, hogy most mi ennek részesei leszünk. Harmadik gyermekünk, Miklós, 15 éves, ő már kicsit folytatta az apai mintát, tehát ő a Jedlik bejár gépgyártás technológiai szakra, őt érdekli a műszaki vonal. Nyilván neki még nagyon sok idő van addig, hogy ezt alaposan megtanulja, és abban bízunk, hogy a műszaki vonalat esetleg ő tovább tudná vinni. Informatikai fejlesztések után tudtunk előrelépni, alkalmazottakat fölvenni, és akkor a tervezés, gyártás, kivitelezést tudtuk végrehajtani. Nyilván a szerelésben is rengeteg tapasztalatom volt a előző ipari szerelési munkákból. Hogyha a főnököm, akkor én azt fogom csinálni, amit ő mond. Elfogadom bármit is kér tőlem, úgymond, tehát hogyha úgy gondolom, hogy nincs igaza, akkor nem állok neki vitatkozni vele, akkor ezt végrehajtom. Viszont így, hogy közben az édesapám is, és azért más a viszony közöttünk, mint egy alkalmazottnál. Hát ebből adódóan sokszor többször visszaszólok, mint valószínűleg kellene. Kifejtem a véleményemet, ami hát azért nem mindig egyezik ugye kettőnknek, úgyhogy ebből adódóan azért sok veszekedés és sírás is volt. Szerintem mindketten változtunk ez alatt a másfél év alatt. És szerintem jó irányba módosul a dolog. A lányok magukkal hozták nyilván az új generációnak az informatikai jártasságát, a nyelvtudásukat, tehát egész más vonal kezdett kialakulni az ő velük való együtt dolgozás során. Nyilván nagyobb esély van arra, hogy akár megpróbáljunk külföldre is dolgozni. Ők ezt már másképp élik meg, mint mi a régi generáció. Hozzák magukkal a lelkesedésüket, a vidámságukat, bevállaló képességüket. Sokkal empatikusabbak a kollégák felé, tehát az ő unszolásukra épp nyáron kellett egy csapatépítő napot tartanunk, ahol sokat beszélgettünk a cég továbbfejlesztéséről, lehetőségeinkről. Jobban összerázódott a társaság ezáltal. Igazából jót tesz szerintem így az egész céges hangulatnak, hogy így a magja mindenképp a család. Tehát hogyha mi így jól meg vagyunk, meg tényleg mindig örülünk neki, hogyha így akkor épp édesanyánk vagy édesapánk beérkezik a cégbe, akkor azért megvan egy családi hangulata annak, hogy mi egymást köszöntjük,
nem mint munkatárs, hanem mint a szüleink. Mi is igyekeztünk azért nem úgy bejönni, hogy a főnök lánya, aki ugráltat bárki más, tehát szerintem alázattal voltunk így az egész cég, és a tudással szemben, úgyhogy szerintem ez így egy ilyen abszolút kölcsönös jó viszony alakult ki így a cégen belül, aminek az alapja a család.